Bács-Kiskun megyei települések polgármestereit és helyetteseit látta vendégül ma délután a megyei önkormányzat. A megyeháza dísztermében ma írták alá városok, községek képviselői az első sikeres topos pályázatok támogatási szerződéseit. Az új pályázati ciklusban Bács-Kiskun megye közel 50 települése nyert összesen több mint 11 milliárd forintot. A települések most kettő nagy kategóriában nyertek sok pénzt, sok település sok pénzt. Az egyik az élhető település volt, ami azt jelenti, hogy a településen most többféle célra egy összegben, egy pályázatban nyílt lehetőség a beadásra. A másik kategória az energetikai korszerűsítés volt. A fejlesztési összegek a 10 millió forinttól a milliárdos nagyságrendig változnak, a megvalósításra váró programoknak és a települések igényeinek megfelelően. Főként intézmények, hivatali épületek energetikai korszerűsítése kezdődhet meg hamarosan 27 településen. A pályázók közül energetikai fejlesztésre például Ágosegyháza 662 millió forint, Helvécia 100 millió forint, míg élhető város programra Ballószög 540 millió forint, Kiskunfélegyháza 1,5 milliárd forint támogatást nyert, a sor pedig tovább fog bővülni. Még a februári pályázatoknak a kiértékelése ugyanúgy megtörtént, de hát még a döntések meghozatala, meg az aláírás még hiányzik az irányítóhatóság részéről. Hát néhány hét vagy egy hónapon belül valószínűleg az is meg lesz. A támogatási szerződések ünnepélyes aláírásán Rideg László elmondta, hogy soha nem volt még ilyen gyors a pályázati rendszer, ugyanis a települések január végén adták be a pályázataikat, és napokon belül megkapják számláikra az igényelt összegeket.